Bezárják a bicskei befogadóállomást, ez Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondta tegnap. Kollégánk Gerhardt Máté ott van most Bicskén, aki Pálfi Károllyal, Bicske polgármesterével beszélget erről a döntésről. Máté, tiétek a szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok a nézőknek. Polgármester úr, mit szóltak a döntéshez? Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Nagyon örültünk. Ez lehet mondani, hogy igazából, amikor megtudtuk a döntést, hogy Magyarország kormánya elhatározta, miniszterelnök úr bejelentette, hogy bezárják a bicskei tábort, az egész város fellélegzett. Miért? Bicskén ez a befogadó állomás lassan 30 éve működik. A kezdetekben Bicskére menekült emberek érkeztek, elsősorban a romániai Ceaușescu diktatúra idején elmenekülő, jó részt magyar testvéreink voltak, majd pedig a délszláv válság, a jugoszláviai háború elől menekülők, illetve azt követően pedig a világ különböző pontjairól. Ekkor a város teljesen empatikusan, toleránsan és megértően fordult a menekültek felé. És ez egészen tartott 2012-ig, amíg hirtelen megváltozott minden. Attól kezdve nem beszélhetünk menekültekről, attól kezdve már migránsokról kell, hogy beszéljünk. Azok az emberek, akik 2012 előtt érkeztek, ők köszönettel vették azt, hogy egy biztonságos ország menedéket nyújt nekik, hogy egy biztonságos településen élhetnek, míg 2012-től kezdve elkezdődtek a követelőzések és a saját vélt jogoknak a követelései. Olyan jogoknak, olyan követeléseket kértek, amiket még mi magyarok sem kaphatunk meg. Úgy, hogy nem dolgozunk, és nem tartjuk tiszteletben a törvényeket. Ugye a lakosságnak okozták a legtöbb problémát, ugye erről nagyon sok mindent lehetett hallani. Mi volt a visszhangja ennek a döntésnek, és mi volt az, ami a legtöbb gondot okozta, hiszen elmondja, hogy nem tartották tiszteletben az együttélésnek a szabályait, de nyilván rengeteg olyan apró bosszúság, apró probléma történt, ami azért nagyon-nagyon-nagyon sok problémát okozott a lakosságnak, és egyre több panaszsal fordultak önökhöz is. Hát ahogy említettem az előbb már, üdvözölte az egész város, és egy megkönnyebbülés van rajtunk. A problémák 2012-től kezdődtek el igazából, amikor olyan nagy számban érkeztek már ide Bicskére már migránsok, hogy az nem a befogadó állomásnak is, a befogadó képességének a többszöröse volt az elhelyezetteknek a száma. Azóta a bolti lopások, a terménylopások, a kertekből a gyümölcsöt nem leszették, hanem letörték az ágat, úgy vitték magukkal még éretlenül. A szemetelésen át beugráltak családi házakba, hogy lopjanak, terményt lopjanak, zaklatták az embereket, és hát voltak sajnos olyan események is, amelyek még inkább felzaklatták a lakosságot. Gondoljunk csak a dohányboltban történt eseményekre, amikor egy férfi szemérem elleni dolgokat próbált végezni, majd pedig néhány nappal ezelőtt egy kiskorú gyermek, egy 12 éves kislány volt az, akit megpróbáltak megkörnyékezni. Mit lehet tudni egyébként a kislányról, milyen állapotban van ezután? Nincsen információm a kislány állapotáról, illetve én azt gondolom, hogy a gyermekeknek a védelme, illetve hát a kiskorú kislánynak a védelme érdekében meg kell tennünk mindent azért, hogy nyugodtan tudjon gyógyulni, már amennyire ebből a fel lehet gyógyulni. Mennyi volt a legtöbb migráns, akit elhelyeztek itt? A bicskei befogadó állomásnak 462 fő a befogadó képessége. A legtöbben, 1550-en, tavaly a szeptember 3-ai, 4-ai vonat megállítást követően voltak itt a városban, illetve itt a befogadó állomáson, de a tavalyi évben azt lehet mondani, hogy szinte végig 1000-1200 fő fölött működött a tábor. Ahol kb. 400 embert lehetett kényelmesen elhelyezni. Így van.
Tehát ez többszörös túlterheltsége volt a tábornak. Mennyibe került az ellátásuk? Mert ugye itt a gyermekek is külön pénzt kaptak, a felnőttek is, és hát azért ez nyilván megterhelést jelentett önöknek is, és az államkasszának is. Ez elsősorban az államkasszából került fizetése, illetve az ellátást azt a belügyminisztériumon keresztül a bevándorlási hivatal biztosítja. Arról nekem nincs információm, hogy pontosan mennyibe kerül egy főnek az ellátása. Ami ilyen szempontból a várost érinti, az az, hogy azok a gyermekek, akik eltestek a megfelelő szűrővizsgálatokon, a bicskei iskolákban, óvodákban kapnak elhelyezést, oda járnak, illetve jártak. Az ő ellátásukat kell ilyen szempontból a városnak biztosítania. Pontos összeget erről sem tudok mondani most. Mi lesz a tábor sorsa? Évvégén bezár, utána a városnak van vele terve, hiszen ez állami ingatlan. Igen, ez egy állami ingatlan. Várjuk a kormányzatnak a döntését, hogy ők mit terveznek vele. Nekünk is vannak elképzeléseink. Bízunk benne, hogy megtaláljuk a közös jövőjét a tábor területének. És egyébként, hogyha a lakosságot kérdezte, nyilván ugye megkönnyebbültek, olyan nem volt, aki esetleg itt szeretett volna maradni? Tehát, hogy olyan menekült, vagy olyan migráns, aki szeretett volna itt letelepedni és itt dolgozni? A közel 30 év tábori működés alatt nem egy és nem két család van itt Bicskén, illetve a környékben, akik a táborban kaptak menedék elhelyezést, majd pedig, miután megkapták a menekült státuszt, itt a városban telepedtek le, velük nagyon jó az együttélés, tehát nincsenek problémáink. Akik elfogadják a szabályokat, a magyar jogszabályokat, az együttélésnek a szabályait, azokkal mi is nagyon szívesen élünk együtt. Mi nem szívtelenek vagyunk. Mi ténylegesen segítséggel fordultunk a 30 év alatt a befogadó állomásnak az elhelyezettei felé. És tényleg segíteni próbáltunk, de azokkal szemben nem tudunk segítően fellépni, akik nem segítséget kérnek, hanem követelőznek. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönöm.